Áldassék a gyümölcs, üdvözletem mindenkinek, én Osvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime. Tök őszinte leszek hozzátok, nekiugrottam előbb ennek a videónak, viszont annyira durván melegen volt, annyira durván izzadtam, hogy ez valami hihetetlen. Én nem tudom, hogy bírjátok ezt a meleget, bírjátok egyáltalán, vagy hogy ez így hogy lehet kibírni, és benyomtam a klímát most egy kicsit jobb, de ha elkezdek itt, nem tudom, ovulálni, valamit megfőni itt élőben, nem élőben, hanem itt a videóban, akkor ezer bocs, tényleg ez van. Dagadt vagyok, izzadok, ezt föl kell tudni dolgozni. Na, hát mint az a videó címéből kiderült, igazából reakció videó ez, de nem olyas fajta reakció videó, ami erre most gondoltok. Nem fogunk Mónika sózni, nem fogok belemenni ebbe, ugyanis nagyon-nagyon szomorú dolog, ahogy Sobert Géza, Sobert Norbi Géza nevű pártfogoltja és az ő édesanyja a kerti bútoron nekem üzent. És nem, tehát nem, nincs azzal baj, hogyha kritizálnak, mert egyébként lehet. Az a nagyon fontos dolog, hogy nagyon durva ferdítések és valótlanságok vannak abban a videóban. És most komplexen szeretnék nektek erről inkább beszélni. Tehát, hogy így az van, hogy Géza és édesanyja felszívták magukat és leültek egy kövér buzizásra. Nem úgy értem, bocsánat, nem úgy, hogy kövér. És ők valamit nagyon félreértettek a videóimba, ugyanis ők ugye azt mondják, hogy én például a Gézára azt mondom, hogy szellemi fogyatékos. Én ezt nem rossz indulatból mondtam a Gézának, pont hogy mentségként mondtam a Gézának, hogy nyilván ő visszamaradott, hiszen ő nem is tudott tanulni, nem volt rá lehetősége. Sőt, ugye a videóimban azt mondom, hogy talán Géza az, aki egyáltalán nem hibás ebbe az egészbe, hiszen ha a szívedre teszed a kezedet, valószínűleg te is ezt az opciót választottad volna. Mégis a mama másfél perc, hát ilyen 50 másodpercnél kb. Átveszi a szót, és a maradék 6,5 percben ő beszél. Mit beszél? Hát ugye egyenesen elátkoz, tehát hogy, és nem csak, hogy engem elátkoz, kiderül, hogy a Tari Ádámot is ugye célzásképpen elmondja, hogy azért ő átkozta el, mert most az Ádámnak megsérült a lába. Úgyhogy lehet, hogy tényleg jobb vigyázni ezzel a családdal. Én azért mégis teszek egy próbát, és csak azért, hogy ők tisztán lássanak ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy én nem utálom a Gézát, én nem utálom a Norbit, én nem utálom a Rékát. Elhangzik a videóban, hogy nekem van egy 2 millió forintos autóm, a Norbinak meg 140 millió forintos autója. Igen ám, oké, egyébként az én autóm az 1 millió 400 ezer volt, ha már nagyon szeretnétek turkálni a pénztárcámban. Ellenben én mindig nagyon-nagyon félve ülök be, mert egy balesetnél nem szeretném, ha eltörne a gerincem. Ezt nem mindenki tudja megtenni, ugye, hiszen nem mindenkinek van. Vagyis ha van, nem is mindenki, hát, aszerint él. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az autó ára, az autónak a márkája az jelen esetben teljesen irreleváns. Amire viszont inkább fel akartam hívni a figyelmet, és ez nem Gézának vagy Géza anyukának szól, hanem az most már tényleg mindenkinek és mindnyájatoknak, aki bármilyen videót szeretne rólam készíteni, vagy bármilyen videót szeretne rólam csinálni, oké, meleg vagyok, tudjuk. 5 éve a vőlegényemmel osztom meg az életemet, tudjuk, oké, járok Pride-ra, oké, szeretem a kolbászt, oké, túl tudunk ezen lendülni? Tehát, hogy ez egy pont egy olyan, tudod is, amikor a cigány buzizik, tehát, hogy pont egy kisebbség, egy másik kisebbséget szív. Nem is értem, én, és oké, és ezt is foghatjuk a tanulatlanságra, csak nem szeretném, ha ez egy tendencia lenne. Rengeteg rossz tulajdonságom van. Hirtelen haragú vagyok, van, hogy érzéketlen vagyok, van, hogy bunkó vagyok, van, hogy könnyen megsértem a számomra fontos embereket egy viccemmel, pedig nem is úgy gondolom. Nem tudom, ezer más, majmolom a kutyámat, elkényeztetem, tehát annyi mindenbe bele lehet kötni, és rengeteg olyan dolog van az életemben. Pattanjunk le az identitásomról, hogyha te neked ezzel konkrétan problémád van, akkor oké, de ha valamivel vissza akarsz vágni, legyél egy picit kreatívabb, mert rengeteg rossz tulajdonságom van. Tényleg, tehát hogy könyvet lehetne róla írni. És nyugodtan tessék csak használni, gondolkodni, és tessék nyugodtan, ha valami olyat csinálnak az interneten, amivel te nem tudsz azonosulni, én is megteszem másokkal. Akkor hogy várhatnám el, hogy mások esetleg ne? De az, hogy 7 percen keresztül minden második szava az anyukának az legyen, hogy én így eszem a kolbászt, és úgy eszem a kolbászt, és ilyen kolbászokat fogdossak, és keresztbe kapjam be a kolbászt, nyilván Géza anyukája, hát mi másra aszociálna, mint egy kolbászra? Megértem én, hogy náluk az étel, mint olyan, mindenre, abszolút mindenre behelyettesíthető.
de csak hogy lássunk tisztán, nyilván itt az identitásomra lett utalva. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát, hogy ez egy dolog, de ez nem hiba, ez nem jó vagy rossz, ez van és kész. Az, ami viszont ebben a videóban történt, amit egyébként letöröltetek az internetről, vagyis le lett törölve az internetről, gondolom Réka vagy Norbi szólt, hogy figyú, hát az van, hogy a Bors az, aki most itt téged hype-ol, meg felfuttat, meg a nevünkkel adja el a példányszámot, meg a kattintást, és hát ez a homofób megnyilvánulás, ez nem biztos, hogy annyira jó, mert a Borsra egyébként sok mindent el lehet mondani úgy, ahogy van, viszont talán még a homofóbiát azt ők is elítélik, vagy hogy ők sem szeretnek vele azonosulni. És nyilván lehet, hogy nem adják a nevüket, vagy egyszerűen csak a Norbi úgy gondolt, hogy Norbi pártfogol egy homofób cigányt. És hát ez így nem hangzik jól. Sőt, mondok nektek valamit, Géza, az a durva, hogy még bennem is van cigányvér, az én anyukám. Egyébként az én nagymamám nagyon durván hasonlít a déd nagymamám a te anyukádra. Az én anyukám roma származású volt, tehát hogy még így halmozottan hátrányos helyzetű is vagyok. De a legközelebbi videóban ezzel se gyertek, hiszen ez nem téma. Illetve a hazugságok. Soha senkinek, nem csak neked, senkinek nem szittam sem az édesapját, sem az édesanyját. Pláne olyat nem mondtam, hogy hantolják ki valakinek az egyik szülőjét, hogy szeretkezzen a másik szülőjével, ezt most nagyon szofisztikáltan mondtam el. Tehát, hogy azért ilyeneket ne állítsunk, és tudom, hogy önmagában egyébként nincs túl nagy nézettsége a csatornádnak, de ez a te hibád. Tehát, hogy és nem azért, mert beszédhibás vagy, és nem azért, mert, hanem mert rossz indulatú vagy. És azt gondolom, hogy attól, mert valaki 6 évig a ház fogságában volt, hogy klasszikust idézzek, attól még a rossz indulatnak annak nem kéne. Aztán itt dobálózunk a szóval, hogy Isten. Ugye? Hogy nem félsz a jó Istentől? Ezt kérdezi meg tőlem az anyuka. Majd előtte egyébként egy perccel meg elátkoz. Na, hát csapjuk fel azt a kis fekete könyvet, és olvassunk utána, hogy egyébként átkozni valakit pont ugyanannyira bűn, mint mondjuk gyilkolni, hazudni, vagy bármi más. Nyilván bűn és bűn között is van különbség, de Isten szemében minden utálatos. Ma is tanultunk valami újat, ugye? Szoktátok írni, hogy milyen higgadtan tudom kezelni ezeket a dolgokat. Persze, hogy higgadtan tudom kezelni, mert nem érint meg. És most sem azért beszélek róla, hogy én Gézának üzenjek, és hogy ez egy ilyen cica harc legyen, és nekem ez az utolsó videóm szerintem erről az egész témáról, hanem hogy akkor most már tényleg öntsünk tiszta poharat a részletekre, ahogy a Mónika Show-ban mondták, hogy ha valakinek valami baja van, akkor az identitásomat hanyagoljuk, tényleg. Keressen fel, esküszöm, tök őszintén el fogom mondani, mik azok a rossz tulajdonságaim, amiben bele lehet kötni. Egy csomó olyan videóm van, egy csomó olyan dolog van, amiben lehet, hogy én mondjuk, hogyha én nem én lennék az Osváth Zsolt, hanem én a másik Osváth Zsolt lennék, én erről az Osváth Zsoltról lehet, hogy csináltam már volna videót. De úgy látszik, hogy ez senkinek nem üti meg az inger küszöbét. De ez a kolbászozás, meg ezek a dolgok, a fenyegetések, utána mondja az anyuk, hogy ő nem fenyeget, de mondom egy perccel előtte megfenyegetett, és aztán megkoronázok az egészet azzal, hogyha Géza lefogy, akkor ő kihív engem boxolni, hogy ő akkor egy az egybe játsszuk le. Nem mentség a 6 év ház szobafogság, csak mondom még egyszer. Tehát, hogy ez az van, hogy itt nem arról van szó, hogy Géza alul iskolázott, hanem konkrétan ez a primitívségnek a legalja. És a vályokház nem egyenlő a primitívséggel, mert én, ahogy felnőttem, és sok ismerősöm, ahogy felnőtt, ők sem takaróznak a mögé, hogy jó, hát de mi vályokházban nőttünk fel, meg nekünk szar volt a gyerekkorunk. Sok mindenkinek szar volt a gyerekkora, soha nem mondok olyat, hogy gyere játsszuk le egy az egybe. Mert ez annyira alpári, ez annyira primitív, és te Sóbert Norbi, kedvesem, te mögé álltál be. És nyilván persze, hogyha bántva van valaki, akkor egy idő után fölkapja a vizet. De Géza, te ezt vállaltad. És hozzáteszem, én téged nem is bántottalak, a családodat nem is bántottam, az elhunyt édesapádról nem is tudtam, hogy elhunyt a te édesapád, és ugye mégis ennek a hátszelén próbálsz te engem vegzálni. Tehát, hogy ez rólam az a baj, hogy lepereg, ez a videó is csak azért készült, hogy lássunk egy kicsit tisztán, és nem konkrétan neked, hanem mindentől kezdve mindenkinek, és lehet az a tresztelebek közül az interneten bárki, lehet az a tényleg bárki,
próbáljunk meg olyan kritikát megfogalmazni rólam, ami nem az identitásomon, nem a súlyomon, mert egyébként dagadt vagyok, hú, de nagy dolog, igen, izzadok, mint a ló, látnád, mikor bekötöm a cipőfűzőmet, felér egy gálvölgyi sóval, ez van. De hogy próbáljunk már érveket állítani, mert annál alantosabb, prolib, primitívebb dolog, mint olyan dologgal bántani az embert, amiről ő nem tehet, Szerintem nincsen. És most akkor te fölteszed a kérdést, hogy én téged miért bántalak, és akkor elmondod századjár is, hogy téged nem bántalak. Még a döntésedet sem kérdőjeleztem meg. Azt, hogy a Sobert Norbi meg a Rubin Tréka engem soha nem bántott, ez így van. Viszont azokat az elveket, amiket én vallok, és azokat a nézeteket, amiket én magamnak állítottam, és ami mellett kiállok és harcolok, azokkal ők mind a ketten rendben mennek. Sőt, egyébként még a Réka nem is annyira, nekem a Norbi, aki rendszeresen tud valami olyan bődületes vagy fasságot mondani, hogy fölrobban tőle az agyam, és én nem szeretem ezt a bullshitet, nem szeretem, hogy meg vannak vezetve az emberek, nem szeretem, ahogy megnyilvánul emberekről. A Réka egyébként nagy valószínűséggel egy áldozat ebben a dologban, nem tudom. Én egyébként a Rékának nagyon sokszor látom az emberi oldalát, nagyon sokszor látom azt az oldalát, hogy ő kiáll a férjéért, és egyébként ez példamutató, mert azt gondolom, hogy a Rubin Réka ahányszor tartja a hátát a Norbi miatt, az tényleg elismerésre méltó. Úgyhogy vele különösebb bajom nincs, nem tudom. Na mindegy, Gézám, most már kaptál Norbitól egy ilyen mázsát, egy ilyen állatmérleget, meg egy Kökény Attila CD-t. Én bízom benne, hogy mind a kettőben nagyon nagy örömödet fogod lelni. Jó fogyást kívánok neked, és azt, hogy innentől kezdve csak is hiteles és valóságos dolgokat állíts, ne essél abba a hibába bele, mint a Norbi. Jó egészséget kívánok neked! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel, ha nem, akkor pedig mondjátok el kommentbe, írjatok rám, dobáljatok meg az utcán, húzgáljátok meg a hajamat, karcoljátok meg a kocsimat, ami, mint tudjuk, csak 1.400.000 forintba került, nem 140 millióba, de hát ez van. Na jó van, találkozunk nem sokára, csókolok titeket, állj! Nem sokára kint lesz a Pesti Srácokos anyag, ugyanis elmentem, képzeljétek el, a Pesti Srácokkal, hát jobban mondva a Kemény Magból, a Dezse Balázzsal és a Jessivel beszélgetni a Pesti Srácok oldalán. Hát figyelj, szerintem egyébként nagyon-nagyon korrekt lett, nagyon-nagyon menő lett, úgyhogy hamarosan azt is kiteszem és megnézhetitek. Na jó van, csókolok titeket, sziasztok!